Mutatok nektek valamit. Van egy ilyen kis eszközöm, ami egy házati kábel, egy konnektor és egy villanykörte. És hogy mégis mi ez? Ez kérem szépen egy javításnál nagyon hasznos kis eszköz. Ugyanis a házati kábel és a konnektor közötti vezeték egyik szála meg van szakítva és bele van kötve a villanykörte. Vagyis a konnektorra sorba van kötve a villanykörte. Ezt nem én találtam ki, Ecopityűnál láttam, innen is pacsi neki, és megmutatom, mire jó. Van itt egy régi műholdvevő egység. Ő lesz a tesztgépünk, amivel megmutatom, ez mire jó. Ugye én 5 árammal elhelyezem, hát akkor elindul, működik. És ha fogom, és itt ahol bejön a hálózati feszültség, rövidre zárom. Azt hittem mi. Csipeszem elégne, lenne nagy dur, automata le. Na de, ha ezt az izzós dolgot helyezem áram alá, és ebbe dugom a készüléket, ugyanúgy működik, mert a 100 wattos izzón keresztül, aminek hideg ellenállása 40 ohm, és az ő kis fogyasztásával az átmerő feszült nem csökken a feszültség érdemben. Pár voltot, talán 2.30-at kap 2.35-2.40 helyett. De most tegyük fel, hogy ezt a készülék ez rossz. Vagy javításra rá. Ha olyat, hogy én bedugnám egyenesen a konnektorba, izzon keresztül helyezem áram alá, és ha most tegyük fel, ő rossz, nagyon rossz és zárlatos. Ugye simán bedugtam volna, lenne nagy dur. De így... Jó, hát a készülék zárlatos, de nincsen dur, mert az izzó világít és viszi a fogyasztás. Na hát erre való ez az izzós dolog. Egy rossz készüléket vagy javított készüléket el lehet róla indítani tesztelés céljából. Persze csak kisebb fogyasztású készülékeket. Mert hogy mi történik, hogyha nagyobb fogyasztás kerül rá? Mutatom. Ez ilyen kis fűtőtest. Csak ventilátort bekapcsolom. Ez 20 watt. Nincsen probléma. Izon keresztül is megy rendesen. De ha fűtésre állítom, ez olyan 900 watt már? Hát az már sok. Izzó világít. És a készülék nem kap elég áramot. De kisebb készülékek indítására ez tökéletes. És megvéd téged is, meg az automatát is. Meg a készüléket is.